gondolom, hogy a közösségi költségvetés általánosabb egy nagyon jó módja annak, hogy a budapesti polgárokat bevonjuk a közös ügyeinknek az intézésébe, és én feltétlenül javaslom azt, hogy mind ötletekkel készüljenek mások is, mind vegyenek részt a szavazáson. És szavazzanak az én ötletembe, persze. A legfontosabb, hogy a döntéshozók és a városhasználók ne féljenek egymáshoz, hanem inkább merjenek beszélgetni, mert abból fog egy jobb város kikerekedni a következő néhány száz évben. A közösségi költségvetés az egy nagyon fontos lába jelenleg a főváros fejlesztésének, mert hogy például a zöldfelületi fejlesztések terén azt vesszük észre, hogy szinte csak olyan projektünk van most forgalomban, amit a közösségi költségvetés támogat. Ez bennünket is nagyon inspirál, hogy olyan dolgokat tudunk ezáltal megvalósítani, amik tényleg fontosak az embereknek, és nem csak valahonnan fölülről egy íróasztal mögül találta ki valaki. Csodálatos szakmai professzionalizmussal találkoztam, ahol leírták, hogy is néz ki ez, hogyan történik meg a döntés, a szavazás, milyen segítséget kaphatok, hogyha az ötletem még félkész lenne, és végül gyakorlatilag egy fél órával később volt egy használható ötlet, amit be is tudok adni. Mindenképpen ajánlanám másoknak, hogy adjanak be a közösségi költségvetésbe pályázatot, mert a kerületi lakók sokkal jobban tudják, hogy mire van igény. Az ötletbörze abszolút segítség volt, nagyon jó volt is szakmai segítőkkel találkozni és szakmai válaszokat kapni a kérdéseimre, illetve tök jó irányba terelték a javaslataikkal azt, amit így eddig magamban vagy magunkban elképzeltünk. Nagyon örültem, amikor láttam, hogy Budapesten is van erre lehetőség. Nagyon jó módja annak, hogy bevonjuk a lakosokat, meg az embereket abban, hogy tényleg tevékenyen, közösségként, társadalomként együttműködjenek és részt vegyenek a közigazgatásban.